ott reakció nem volt. Ott láttuk azt, hogy ugye a napóra, hogy működik. Nem tudom, hogy jártak-e arra. Hogyne. Nem. Hogy ott attól vissza, egy 40 méterre, 50 méterre patkázott a gyerek, és ennyi volt. Olyan kanyarba, lenne a kocsmán álltak, ugye lenne másik. Hát, hogyha oda megy be, ott 15 halott van. Eltörött bordáim, sarokcsontom eltört, lég mellett kaptam. A májamból leszakadt 3x4 centis darab. A hasfalam, meg az életemet tette tönkre majd. A szomszéd fiú még akkor itt laktak. Ugye ő azt lehet mondani, hogy a legsúlyosabb sérült, mert mai napig műtéteken jár keresztül. Tehát egy évig voltam tolókocsiba, és utána mindig, tehát minden műtét közben, után, tehát ez ilyen fokozatos, járókeret, mankóbot, ilyen felváltva, ahogy jöttek sorban. Mostan például 4 hete műtöttek, megint most azért más a fénykivétel volt, most könnyebb valamennyivel. Levegőbe pörögtem egyet, leestem, padok rámestek. Hát akkor hirtelen még fel sem fogtam, mert fel akartam állni. És amikor szóltak, hogy nem, mert lábam egy kicsikét furcsán állnak. És akkor néztem le, és akkor láttam, hogy tehát tényleg nem is. Akkor lefektettek, megültem. Nem volt semmi esély, próbáltam elugrani, de hát olyan hirtelen, olyan gyorsan jött az autó, hogy elsodort. Azonnal hívtam a fiamat, és mentünk vele, mert hát vitte a helikopterinét, és azt a látványt, hát, és akkor, mikor beérünk, még ilyent úgy se láttam egyébként, a Veszprémi kórház tényleg mindent megtett, és mondom neki, hogy mi történt, de ő arra nem emlékezett. Csak mondom, hogy nyugodj meg, ha várni is van, te, nem a te hibádból van, mert nem te okoztad, nem te rohantál az autó elé, hanem azok mentek oda fölti hozzátok. A kislányom az teljesen totál, ez nincs az apu egyáltalán. Ő itt marad, itt van a kisfiával, mert a férje kint dolgozik külföldön 3 hetente. Neki borzasztó. Neki borzasztó. De mindenki magába szállhatna, aki akár engedélyt adott ki, akármit, legyen az a KPM, mert ugye annak is kellett kiadni engedélyt, vagy a városi hivatalnak, vagy a Rali Szövetségtől, bárkinek, az MLS-től, mindenkinek. Mit szólna ő, ha ővelük ez történik? Mit tenne?